A Móricz Villám drámaíró verseny egyik rendezője, Kesszég László, hogyan áll a feladat elé? Épp egy Móricz regény adaptációt rendezek egy másik színházban, úgyhogy indirekt módon készülök rá. Izgalommal várja a feladatot, vagy játéknak tartja ezt? Játéknak tartom, nem izgulok egyáltalán. Csinál jó már körülmények közé jövök. Igen, csináltam már többször ilyet. Mi ebben a jó? Közönségnek és a játékban résztvevő alkotóknak. Az, hogy gyorsan kell dönteni. Segíti ez az alkotói, rendezői pályáját? A pályámat azt nem tudom, hogy mi segíti, nem biztos, se karban tart. Aha. Tehát ha úgy fogom föl, hogy állandóan fejlődni kell, és hogy önmagunkhoz járunk iskolába, akkor természetesen minden, ami színház, az épít bennünket, és itt konkrétan az, hogy nagyon gyorsan kell dönteni. Ebben százszorosan biztos vagyok, hogy segít. Szoktak-e, lehet-e körtelefonon egyezkedni a három rendezőnek és a három drámaírónak, tehát lehet-e előkészíteni azt az estét, amikor a közönség majd beül a nézőtérre és megnézi a három egy felvonásot? Nem, de ez nem is szükséges. Hát akkor elmenne annak a varázsa, hogy ez születik abban a pillanatban, és a közönség is egy kicsit belelát abba, hogy milyen is. Tehát majd, hogy nem ugye a kulisszák mögé látunk mindannyian. Úgy szeretné, hogy szövegkönyvvel a kezükben, vagy sugói segítséggel dolgozzanak a színészek, oratórikus előadást tervez, vagy azért felkeresi a jelmezraktárat, a díszletezőket, és egy komplex előadást rendez majd. Komplex előadást fogok természetesen rendezni, de ezt most még nem tudom, hát ez egész színház a rendelkezésére áll ezeknek a produkcióknak, jók a tárak, úgyhogy ez attól függ, ott megoldandó problémák jönnek majd egymás után, és ez szépen sorba, de gyors tempóval meg kell oldani. A szöveg és a mondatok nehézségétől függően majd kiderül, hogy a színészek hogy érzik magukat kényelmesebben. Tehát ilyen körülmények között szerintem nincs annak akadálya, hogy példányal a kezükbe tegyék meg, de nyilvánvalóan arra kell törekedni, hogy a nézőknek minél teljesebb legyen az élményük, hogy azt, ha lehet, akkor valahogy letegyük.